Kertőcs József emlékplakett kitüntetésben részesítette Székesfehérvár önkormányzatát, a pedagógusok szakszervezete, a város oktatása és a pedagógusok támogatása érdekében kifejtett, országosan példaértékű, egyedülálló tevékenysége elismeréseként. Mindent meg lehet oldani, mindent egyetlenül végre lehet hajtani, a legnehezebb döntéseket is, de akkor ne csinálni, ha párbeszéd fent van tartva. Ezért nagyon hálásak vagyunk mind a város vezetésének és a képviselőtestületnek, mert ez példaértékű. Nyomatékkal szeretném mondani, egyedülálló ma Magyarországon. Az elnök arról is beszélt, hogy három olyan település van ma Magyarországon, ahol a törvényi előírásoknál magasabb juttatást biztosítanak, közéjük tartozik Székesfehérvár is. Ezen túlmenően a város képviselőtestülete a szakszervezeteket partnernek tekinti, és egyeztet velük az oktatást érintő kérdésekről. Cserpalkovics András kiemelte, hogy a város egészét illeti a köszönet, hiszen az intézmény rendszer jó működéséhez, a plusz anyagi források biztosításához sokak munkája szükséges. Az, hogy szakszervezeti visszajelzést kapunk ezekről, országos összehasonlításban is példaértékűnek nevezve, az azt gondolom, hogy mindenképpen fontos, és arra sarkal bennünket, hogy ezen az úton menjünk tovább. Fontos beruházásokról döntöttek a városatyák. Két nagy beruházás érinti az M7-es autópálya Fehérvár melletti szakaszát. Egyrészt az M7-es autópálya háromsávosítása fog megtörténni, ez egy fejlesztés, és egy szorosan ezzel összefüggő beruházásként pedig az M200-as autópálya, aminek nyomán gyakorlatilag a 81-esnek lesz egy stabil és biztonságos útkapcsolata. A testület döntését követően kezdődik a Szabadságharcos út 59 szám alatti ingatlan felújítása. Megújul a lapostető és energetikailag is korszerűsítik a szimfonikus zenekar otthonát. A Szent István Király Múzeumhoz tartozó városi képtár deákgyűjtemény épületét is felújítják. A felújítási munkák volumene miatt a kivitelezési és tervezési munkák megvalósítása két ütemben történik. Közbeszerzési eljárást írtak ki a Vörösmarty könyvtár tető és homlokzat felújítására. Molnár Tamás, a Fidesz frakció vezetője, a felújítások jelentőségéről beszélt. A legfontosabb szerintem, hogy a Vörösmarty Mihály épülete megújul, elindult a felújítás, amit már régóta várt minden könyvtárba járó, és egyébként nem csak könyvtárba járó, hanem a belvárosban sétáló székesfehérvári. Emellett folytatódik az útfelújítás a Gáz utcai garázs soron és a fürdő soron, és új parkoló és járda épül a Szeder utcában. Fazakas Attila Székesfehérvár ellenzéki frakció vezetője sajnálja, hogy a strand ebben az időszakban nem üzemel hosszabb ideig, akár a kora estig. A politikus előremutatónak tartja a Székesfehérvár történelmi belváros közterület alakítási tervet. Hogyha ehhez a tervhez mi tudunk forrásokat, európai forrásokat is majd lehívni, akkor végre egységes, zöldebb, szebb belvárosunk lesz. A közgyűlésen bölcsődés óvoda igazgatókat választottak, valamint zárt ülésen díjakról és kitüntetésekről is döntöttek a képviselők.